Január 1-je óta fizethetik ki dollárral vagy euróval az iparűzési adójukat a cégek. Ez azoknak jelent segítséget, akiknek a bevételei is teljesen vagy részben ilyen valutákban keletkeznek. Az önkormányzatokhoz a magyar államkincstár küldi az összegeket, vagyis az utalást az ÁSZ Nemzeti Banknál vezetett számlájára kell elindítani. A város honlapján, a szexár.hu kiemelt helyén a főoldalon megtalálhatók a részletek. Ezt, hogyha valaki gondolkodik azon, hogy így fizetné be a kötelezettséget, akkor mindenképpen javaslom, hogy nézzék meg, hogy ez technikailag hogyan kivitelezhető. Az egyik legfontosabb különbség a forint utaláshoz képest, hogy mások mellett meg kell adni az MNB nemzetközi IBAN azonosítóját, de érdemes a határidőre is figyelni. A nemzetközi utalások esetében ugyanis hosszabb az átfutási idő. Egy valamire mindenképpen érdemes figyelni, hogy pár nappal korábban érdemes elindítani ezt az utalást, mert a beérkezésnek a napja az a nap lesz, amikor majd ez az összeg jóváíródik az önkormányzatnak a számláján. És pont a technikai részletek miatt ez kissé azért bonyolultabb, mint ugye az egyszerű átutalás. A nemzetközi utalások jellemzően 48 órát vesznek igénybe, ezért azoknak a vállalkozóknak, akik a valuta alapú adókiegyenlítést választják, érdemes legalább két nappal a határidő lejárta előtt küldeni a pénzt.